Akkor még mindenütt a Kárpát hazában, illetve hát a Csongban, de a Kárpát hazában is magyar él, énekelve mentek ki a határba, miután a tiszteletes úr, vagy a tiszteletes asszony, vagy a tisztelendő úr megáldotta az aratás szerszámait. És amikor <kül> már pirosult az égaja, a Vénusz csillag alatt már mutatta magát a nap, aki a mi népünk számára a közénk született Isten Jézust idézi meg, akkor öreg anyám, aki vezette ezt a menetet sarlóval a kezébe, a legszebb búzából hármat sarlózott. Ennek a kicsi kévének a derekát piros szalaggal kötöttük át, a fejére pedig a lányok készítettek, buzavirágból koszorút és amikor meghasadt az ég alja, amikor a Vénusz csillag alatt Boldogasszony kapujába megjelent az áldott, aki Jézus hozta el nekünk, akkor félkörbe térdepeltük ezt a kicsikévét, és öreg apám megköszönte a Teremtő úrnak, hogy újra úgy terítette meg a mindenki asztalát, hogy jut a családnak bővibe, hogy a szegényesek fognak éhezni, és az égmadara is sem akkor olyan volt még az erkölcs, hogy azt ma már hát csillagászati tápcsével se lehetne megtalálni. Ugyanis minden parasztember nem csak a búzából, hanem minden más gabonából állva hagyott egy csíkot a madaraknak. Hogy a madarak se éhezzenek, bár minden parasztember tudta, tapasztalta azt, hogy a madarak kárt tesznek, nem csak a vetésbe, a gyümölcsösbe és a szőlőbe is kárt tesznek. Ennek ellenére <coughs> hagytak nekik a gabonából. Mert eszébe nem jutott egyetlen egy embernek se, paraszt embernek se, hogy Isten akaratát azt kétségbe vonja. Egyetlen egy embernek se jutott eszébe az, hogy Isten teremtményét azt kiírtsa. Manapság naponta száz Isten teremtette létező tűnik el örökre a földszínéről. Ki hatalmazott föl bennünket erre? Ki? 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 Ez már nem emberi világ, ez már csak az emberi világnak a látszata. A Földön tényleg a sátán uralkodik. Hatalmasan uralkodik. Hatalmasan. Ezen a napon ezt a kicsi kévét, amit félkörbe térdepeltük, a Kárpátozában mindenütt, kivétel egy bánáti falu, Jézusnak neveztük.